Mintegy 2000 lengyel szénbányász tiltakozott Luxemburgban az Európai Unió legfelsőbb bíróságának döntése ellen, miszerint be kell zárni a Turufi szénbányát. A demonstrálók tiltakozó levelet hagytak az uniós bíróságon, majd a cseh nagykövetséghez vonultak, mivel az uniós eljárás Csehország panasza nyomán indult el. A csehek főként attól tartanak, hogy a bánya működtetése elapaszthatja a régió víztartalékait, növelheti a zajterhelést és a légszennyezést. A luxemburgi bíróság emiatt rendelte el a bánya ideiglenes bezárását. Ennek azonban Lengyelország nem tesz eleget arra hivatkozva, hogy a Turufi bánya fedezi csúcsidőben a lengyel áramtermelés 7%-át. Lengyelország anyagi támogatást adna az érintett cseh régió víztartalékainak védelméhez. Ennek időtartamában azonban a felek nem tudnak megegyezni. Az uniós bíróság 500 000 euró bírságot szabott ki minden napra, amikor a bánya tovább működik.